Azért is szeretem, hogyha egy videó két részre van osztva, mert így az első videó alapján a visszajelzéseitekből tudom, hogy mi az, ami még hiányzik esetleg, és mi az, amiből, mi az amiről még beszélnem kell. És nem is húznám az időt semmiféle felesleges bevezetővel, aki esetleg véletlenül tévedt ide a második részre, nekik mondanám, hogy érdemes pótolni az első részt, mert ebben a videóban többször is olyan dolgokról beszélek majd, amelyek az első videóban az első részben taglaltakra épülnek, ide beszúrom ezt, a, ezt az első részt, ide kattintva ezt meg tudjátok nézni. Reagálnék egy olyan véleményre is, mi szerint miért kell állandóan a Bibliával foglalkozni, hisz az csak egy mesekönyv, és miért hiszem én azt, hogy hihetem én azt, hogy mindaz, amiben a, mindaz, ami a Bibliában le van írva, az megtörtént. Miért is kell a Bibliát ennyire komolyan venni? Igazából erre csak az lenne a válaszom, hogy nem kötelező természetesen a Bibliát komolyan venni. Igazából szerintem a Biblia azért is ér érdekes, mert valamiért az emberek több ezer éven át úgy gondolták, hogy ezt valamiért fent kell tartani a víz tetején. Az emberek úgy gondolták több száz vagy akár több ezer éven át, hogy ez nem szabad, hogy elveszen, és a Biblia és annak tanításai muszáj, hogy mindenképp megmaradjanak. És lehetne ezt még tovább és tovább ragozni, nagyon lehetne ezt még tovább és tovább ragozni, de szerintem pont ez, a, pont ez az, ami különlegessé teszi a, a Bibliába leírtakat. Ugye az első részben már kielemeztük, és bemutattam nektek, hogy arra is találunk magyarázatot, hogy a szűzmária jelenések azok a sátántól, és arra is, hogy az Istentől származnak, erednek. A Fatimai napcsoda példáján keresztül pedig szerintem láthattátok, hogy még hogy egy-egy csodáról nem olyan könnyű kideríteni, hogy valójában megtörtént-e vagy sem, még így több mint száz év távlatából sem. Még magának az egyháznak is évekbe telik egy-egy ilyen csodának a kivizsgálása, és ráadásul ők sincsenek könnyű helyzetben, hisz ugye a résztvevők emlékei halványulnak, a szemtanúk idővel meghalnak, és ráadásul a fényképes bizonyítékok sem bizonyítanak úgy nagyon semmit. De először is kezdjük, vagyis inkább folytassuk egy olyan jelenéssel, amelyet egyrészt ti értedek, másrészt pedig erről a jelenéstől fényképek is készültek. 1968-ban Egyiptom fővárosában, annak is egy külvárosi részében egy, egy garázsban dolgozó szerelő arra lett figyelmes, hogy, hogy egy nő fehér ruhában a templom tetején úgy áldogál. Akkor ez a munkás, ez a szerelő a garázsban azt gondolta, hogy hát, hát biztos, hogy csak valaki öngyilkos akar lenni szólt is a kollégáinak, és rohantak is, hogy segítsenek ennek a nőnek, hogy nehogy véletlenül leessen a templom tetejéről. De amikor közelebb értek, akkor látták, hogy hát ez a valaki a templom tetején annyira fénylik, hogy hát ez biztos, hogy nem egy ember. Hát, hogyha így fénylik, akkor ő biztos, hogy nem más, mint maga a szűzanya. Az egyik ilyen szerelőnek elvileg ö, valami volt az újjával megsérült munka közben, és be is volt kötözve, és, és aznap ő rámutatott az, ezzel a sérült újjával erre a jelenésre. És másnapra ez az újja, ez a, ez a sérült újja, ez a sebesült újja teljesen meggyógyult, nem volt semmilyen nyoma, semmilyen sérülésnek, korábbi sérülésnek, és magát, ezt a gyógyulást természetesen a szűzanyának tulajdonították. És ez volt egyébként az első ilyen gyógyulás, amit észleltek, és amint ennek híre ment, úgy jött a többi hír, hogy nem ez volt az első ilyen, ilyen eset. Magáról a képről csak annyit mondanék, csak hogyha esetleg valaki nem látja, elvileg ez a kör, ez ez maga a Glória, Szűzmária feje körül, és gondolom így már oda lehet képzelni. Ez itt a teste, ez itt a keze, ahogy épp imádkozik. Amit még hozzátennék ehhez az egyiptomi jelenéshez, az az, hogy ezen jelenések alkalmával készültek ilyen képek. Ezen a képen például egyesek szerint fehér galambok, egyesek szerint pedig inkább angyalok láthatóak, és mivel a galambok éjszaka köztudott, hogy nem repülnek, ezért biztos, hogy ezek a galambok szűzmáriától erednek és származnak. A galambok nagy része valóban nem repül éjszaka, ez ezt tudott, viszont vannak olyan galambok, amelyek igen. Valamint ezen képek alapján hát nagyon nem biztos az, hogy galambokról van szó. Az épületek körül egy nagyvárosban nagyon sok lámpa van, így ezek a lámpák bármilyen madarat megvilágíthattak. Az az igazság, hogy ennél az egyiptomi jelenésnél semmilyen bizonyíték nincs Szűzmária megjelenésére. Összesen csak pár kép van. Igazából csak ez a két kép az, ami született ö, pár év alatt. Hisz, azért azt hozzá kell tennem, hogy ezek a jelenések 68-tól 71 májusáig, 68 áprilisától 71 májusáig tartottak. Több mint három évig tartottak ezek a jelenések. Szűz Mária több mint húsz alkalommal jelent meg, és abban az időben már nagyon jó kis tükörreflexes fényképezőgépek voltak, bárki lefotózhatta volna őt, de, de, hát nem születtek ilyen képek. Összesen két képet találtam, ennél a két képnél nem találtam többet, vagyis pontosabban a vagyis pontosabban három képnél, de a harmadikon csak ugye madarak repülnek egy, egy sötét égen, így azt, így azt, így, azt, nem is sorakoztatnám a bizonyítékok sorába. A szemtanúk ezrei nyilatkoztak más vallás hívői, akik, akik láttak valamit, sőt, még az egyiptomi elnök is látta ezt a jelenést, de senki sem készített egy képet sem. Vagyis bármit, ami, amelyen akár jobban kivehető az, hogy mi is történt Kairóban 68-tól 71 áprilisáig. Amit egyébként ezt a jelenést a katolikus egyház el is ismerte, és csodaként tartják számon. Azt pedig már csak zárójelben teszem hozzá, hogy egyébként Kairóban 2009-ben is voltak egyébként ilyen jelenések, de ezekre nem is fordítanék olyan nagy hangsúlyt, hisz ezek nagyon, legalábbis a felvételek nagyon komolytalanok. A Youtube-on számtalan ilyen felvételt találunk, a videók expozíciója, a fényessége abszolút fel van húzva az egekbe, és hogyha megnézzük a térképet és az épületeket, akkor láthatjuk, hogy a háttérben hát van egy épület, ami, ami erősebben világít, mint a, mint a, többi kereszt, és hogyha ezt más szögből nézzük és, és videózzuk, felhúzzuk a fényességet, akkor ezen a felvételen sajnos szerintem nincs semmi furcsa. És még mielőtt tovább mennénk, muszáj, hogy tisztázzuk a, a, jelenés fogalmát. Mert ugye eddig mindig olyan jelenésekről beszéltem nektek, ahol fizikailag is, úgymond nagyon sok ember látta azt a jelenést, fizikailag is, egy fizikai világba jelent meg szűzmária, egyszerűen. Azonban ez a jelenés fogalom a szűzmária Mária jelenéseknél, hát nem csak ezt jelenti. Akkor is jelenésnek nevezzük, az esetet, hogyha valaki a templom tetején látja Szűz Máriát, és akkor is jelenésnek nevezzük, hogyha valaki csak azt halucinálja, hogy látja Szűz Máriát. Tehát, hogyha tegyük fel egy kislány épp sétál, és azt mondja, hogy megjelent neki Szűz Mária, de ezt rajta kívül senki sem látja, csak ő, az is jelenés. Az alábbi képen is egy ilyen jelenést látunk 1965-ből, Koncsítának megjelent Szűz Mária. Koncsita az ég felé néz, kezét összekulcsolja, és és látja Szűz Máriát. Azért volt fontos, hogy ezt így megmutassam nektek, hogy egy kicsit jobban is kifejtsem a jelenések fogalmát, mert szerintem nekem személy szerint ez az a mesdi, amit én, amit én meghúznék a, a jelenéseknél. Az egyház álláspontja egyébként az az, hogy mivel a halucinációknak van egy közös pontjuk, például a fehér ruhás haszony, aki titkokat oszt meg, vagy akár arra kéri a hívőket, hogy térjenek meg és járjanak, Rendszeresen templomba, mivel van egy közös pont ezekben a halucinációkban, ezért az egyház úgy gondolja, és maguk a hívek is, hogy biztos ezért ezek a halucinációk Istentől vagy szűzmáriától erednek. 1961-ben Spanyolországban négy kislánynak jelent meg szűzmária, és ezt a jelenést is mint csak halucinációk elérteni. Minden ugyanaz volt, mint például Fatima esetében is, Titkokat osztott meg a kislányokkal a jövőről, és kérte őket, hogy imádkozzanak és térjenek meg. Viszont azért is hoztam ide ezt a történetet, mert van egy kép, ez a kép, amely egyesek szerint szintén egy erős bizonyíték. Hisz itt nem csak egy halucinációról van szó, Goncsita épp sepregetett otthon, egyszer csak eldobta a seprűt, mint hogyha transzbe esett volna, kiment az utcára, letérdelt, és olyan volt, mint szentáldozáshoz készülne. Felnézett az égre, a nyelvét kinyújtotta, és a szemtanúk szerint egyik pillanatról a másikra egy ostsa jelent meg, koncsít a nyelvén. Egy kör alakú fehér ostsát kell elképzelni, ami egyszer csak megjelent koncsét a nyelvén, és a szemtanúk szerint, a szemtanúk elmondása szerint egy-két percig ez az ostya ez, ez ott is maradt és ekkor készült el ez a kép, amit itt is láttok. Elvileg ezen a képen látnunk kellene egy, egy ostját, de én ezen bevallom, nem látok semmilyen ostját a nyelvén. Valóban fehér a nyelve, de ez is a túlexponált kép miatt van. Nézzük csak például a, homlokát, az is teljesen fehér, még sincs rajta semmilyen ostja. Van egy másik szemszögből készült kép, ami egy picit rosszabb minőségű, és hogyha nagyon akarom, akkor igen, én ebbe bele is tudom látni ezt az ostját, de hogyha jobban megnézem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez csak egy nyelv szerintem ostja nélkül. Legalábbis nekem nagyon nem egyértelmű. Ami még bizonyíték lehet a Garabandalban történtekre, az az, hogy hívtak egy orvost is, hogy doktor úr, tessék, a lányok teljesen transzban vannak, valahogy bizonyítsa, vagy épp cáfolja meg az, az itt történteket. A lányok most csak bolondot csinálnak belőlünk, vagy tényleg látják is a szűzanyát. Az orvos elvileg meg is vizsgálta a gyerekeket, a lányokat, és, és, ez a vizsgálat ez, azt akarta, hogy a gyerekeket tűvel szurkált, amiközben épp térdepelve az ég felé nézve teljesen transzban imádkoztak. A szemükbe világított, elvileg egy kicsit meg is égette a lábukat, hogyha, hogyha viccelnek, akkor biztos, hogy most már így abba hagyják. Az orvos ki akart őket zökkenteni, de nem sikerült. A lányok ugyanúgy tovább és tovább imádkoztak. Az egyházat viszont ez nemiken győzte meg, továbbra sem ismerik el csodaként a Garabandali eseményeket, viszont ez az orvos, aki ezeket a kizökkentő vizsgálatokat, piszkálódásokat, szurkálódásokat végezte, ő elvileg annyira megkökkent a látottakon, hogy hát ez lehetetlen, hogy ezek a lányok sehogy sem zökkennek ki ebből a transzból, hogy ez az orvos ezek után megtért, és rendszeresen járt templomba is imádkozott. 1981 Bosnia-Hercegovina Medjugorje, itt szintén hat fiatal kecskepásztornak jelent meg szűzmária. Mária, ugyanaz a már ismert történet, titkokat osztott meg velük, és ami miatt most én Medjugorjéról beszélek, az az, hogy ezek a jelenések mind a mai napig tartanak. Bár ezeket sem ismeri el az egyház. De hatalmas tömegeket vonzanak ezek a jelenések, és ezekről már tényleg vannak videófelvételek is, Például ezen a videón az egyik olyan hölgy látható, akinek 81-ben megjelent Fűzmária, ő volt az egyik kecskepásztor még gyerekként, és azóta minden évben, minden hónapban hallja is a szűzanya hangját. Ezt hívjuk ebből a szempontból jelenésnek. Először olyan, mintha elkezdene remegni, mindenki énekel közben, a kezdéből kiejti a szerintem zsebkendőjét, felnéz az égre, mosolyog és elvileg ilyenkor látja vagy hallja is a szűzanyát ez mindig változó, hogy épp haja vagy épp látja. És ezek a jelenések így, ilyen módon, mint hogy egyszer csak elvágnák az egészet, mintha valaki visszacsöppenne a hétköznapi világba, egy kisebb fájdalmat érez és elkezd sírni. A gyakorlatban így néz ki egy ilyen jelenés, és ezt csak azért is mutattam meg, hogy el tudjátok képzelni, hogy mit nevezünk halucinációs jelenésnek. A mi kis hazánkban eddig négy olyan csoda történt, amit a katolikus egyház el is fogadott és hivatalosan mai napig csodaként tart számon. Az előbb bemutatott spanyol jelenést és a bosznia hercegovinai jelenést sem fogadja el egyébként a, a katolikus egyház. Szóval Magyarországon négy olyan csodánk van, amit az egyház el is ismert, de ezek nem az utóbbi 10-20 évben történtek, hanem a 17., a 18., a 19. és a 20. század legelején, 1905-ben, és ez sem egy jelenés volt, hanem inkább egy csoda. Az alábbi kép kezdett el könnyezni, a kép elvileg 18 napon át könnyezett, és elvileg az egyház ezt meg is vizsgálta, és úgy látták, hogy itt nincs semmilyen, semmiféle trükk, itt valóban csodáról van szó, ezért ezt a könnyezést fel is jegyezték a, a csodák közé. Finkép az sajnos nem készült az egyház részéről erről a, erről a könnyezésről, de ez akkoriban, 1905-ben még úgy, ahogy van el is fogadható. Viszont ami nem fogadható el az én részemről az az, hogy akkor, amikor már szinte mindenkinek ott lapul a zsebében egy okostelefon, hát sajnos akkor sem készülnek ilyen képek, vagy bármilyen bizonyíték, ami bizonyíthana is valami anomáliát. Van a Youtube-on egy felvétel az alábbi videó 2017-ből, amely szerint ugyanebben az évben, 17-ben Pásztón az egyik Mária szobor elkezdett könnyezni. És sokak szerint ez a felvétel az, ami igenis bizonyítja a könnyező szűz Máriát. Hisz látszik, ahogy épp ott csillog valami a szeme alatt, sőt egyesek szerint, még mintha a szem is egy kicsit piros lenne a sírástól. Szóval egyesek szerint itt van maga, az erős bizonyíték. Egyébként magát a szobrot egy szakértői csapat is megvizsgálta, és ők azt mondták, hogy semmilyen könnyezést nem tapasztaltak a szobron. Azt írták, hogy semmilyen nedvesség nem volt tapintható a szobor felületén, sőt, még laboratóriumban is megvizsgálták, és az lett az eredmény, hogy semmilyen könnyekre utaló maradványt nem lehet ez alapján kimutatni. Magyarul, Pásztón a hivatalos vizsgálat szerint nem történt semmilyen anomália. Valaki írta a kommentekben, hogy legyek már olyan kedves, és vizsgáljam meg a szőkefalvi jelenés bizonyítékait, mert ott valóban jelenés történt, és még videóra is rögzítették, és hát én lelkesen kerestem is ezeket a felvételeket, de csak ezt a felvételt találtam. Nem tudom, hogy valaki tényleg erre gondolta, de, de ezek szerkesztett felvételek. Ez csak oda lett vágva, hozzáteszem rendkívül amatőr módon. Ezt én nem is bizonyítéknak, hanem inkább egy átverésnek mondanám mert elhiszem, hogy az idősebb emberek, akik, akik nem jártassak a, a, film és a videószerkesztésben, ők elhiszik, hogy ez egy valódi jelenés volt, a gond csak azt, hogy ezt valaki ki is használják. Évente több ezer ember zarándokol szőke falvára, és biztos, hogy közülük vannak, akik csak, akik csak azért mennek, mert látták ezt a, ezt a felvételt 1999-ből. Bár védelmükre szóljon, hogy, hogy az utolsó másodpercekben itt megjelent az illusztráció felirat. Viszont van itt még egy, egy, egy csoda, ami talán az, az eddig felsorolt bizonyítékok közül talán a leg, legerősebb. A guadalupai szűzanyáról van szó, és röviden elmondom a történetét. Az 1500-as években egy indiánnak jelent meg Szűzmária, és Szűzmária arra kérte ezt az indiánt, hogy a ruhájába menjen ki a rétre, és a ruhájába menjen ki a rétre, és a ruhájába gyűjtsön virágokat, csomagolja be egy, egy lepelbe, pontosabban a tilmájába, amit akkoriban a férfiak hordtak. Úgy kell elképzelni, mint egy nagy lepedőt. Ez így is lett, be is gyűjtötte az indián ezeket a virágokat, és amikor a virágokat kicsomagolta, és kicsomagolta ezt a, ezt a leplet, és kivette belőle a virágokat, akkor azt látta, hogy a, hogy a virágok beszínezték ezt a leplet, és ott maradt rajta Szűz Mária képe. Erről a képről van szó vagyis pontosabban ez, ez nem egy kép, hisz nem vászonra festették, ez csak egy kifeszített tilma, egy ruha ezzel a mintával. Ezt a történetet mindenféle túlzás nélkül nagyon nehéz pár percben összefoglalnom nektek, viszont megpróbálom az érdekes részeket kiragadva nagyjából összegezni a történteket. Elsősorban kezdjük azzal, hogy 1956-ban megvizsgálták ezt a tilmát, és azon belül pedig a szűzanya szemeit, és azt mondták, hogy ezek emberi szemek. Tehát a szemek életben vannak. Az egyik doki szerint a fény hatására változik és tágul, vagy épp összehúzódik Szűz Mária pupillája. Elvileg stetoszkóppal is megvizsgálták ezt a leplet az orvosok. A stetoszkóp ugye az az eszköz, amivel az orvosok a szívhangot is hallgatják. Elvileg ráhelyeztek egy ilyen stetoszkópot Mária hasára, és 115 ütés per percet mértek. Ezek az orvosok még azt is megmérték, hogy a szövet hőmérséklete egészen pontosan 36,6 Celsius fok. Tehát olyan, mintha ez a kép, mintha ez a minta valóban életben lenne, ver a szíve, a, a szeme reagál a, a fényre, a sötétre, és, és még a testhőmérséklete is annyi, mint egy, mint egy emberé. Sőt, hogyha ez még nem lenne elég, egy lézeres vizsgálat szerint a, a színek nem a tilmán vannak, tehát a színek nem a tilma szövetébe vannak, hanem egy milliméterrel a tilma felett. Olyan, mintha egy kép lebegne a, a tilma felett. A gond viszont csak az, hogy ezen négy állítás közül furcsaság közül sajnos egyik sem igaz. Valóban vizsgálták a szemeket orvosok, de az, hogy a pupilla fényhatására összehúzódik vagy épp tágul, ezt senki nem is bizonyította be, és nem is állította senki. Ahogy azt sem, hogy bármiféle szívhangot találtak volna a stetoszkóppal, a tilma állandó hőmérsékletét sem tudták eddig még bizonyítani, pedig számtalan lehetőségük lett volna rá mind a mai napig, és az, hogy a festék nem a tilmán van, az is teljesen kacsa, hisz a színek még a tilma hátoldalán is látszanak, tehát a színező anyag a másik oldalára is átütött. Mindemellett tényleg vannak furcsaságok a tilmával kapcsolatban, amit máig sem nagyon ért úgy nagyon senki. Az is lehet, hogy idővel ezt felmondították vallási okokból, viszont volt, hogy egy bombát robbantottak. 21-ben a bazilikában minden más megrongálódott, de a tilmának semmi baja nem lett. 1784-ben véletlenül salétromsavat öntöttek a kép bal felére, viszont az anyag azóta sem károsodott semmit. Az igaz, hogy a hátulján van egy halvány folt, viszont a sav, az se a szövetet, se a képet nem károsította. És ma is ugyanúgy látszik. Egy számítógépes vizsgálat szerint digitalizálták a képet, és elvileg Mária személyben 13 alak tükröződik is látható. Köztük azért az indiáni is, akinek a Szűz Mária egykor ugye megjelent a 15. században. Hát én nem tudom, én ezt belemagyarázásnak gondolom, de mindenkinek szíva joga, hogy mit lát ebbe bele. Még egy-két arcot talán még látni is lehet ezen a képen, talán még egy-két arcot én is látok, de a 13 az nekem egy kicsit túlzás. Azt lehet megfigyelni ezeknél a bizonyítékoknál, hogy mindegyik bizonyíték csak egy kis hozzáadott hittel válik csak bizonyítékká. Olyan, mintha a hívők mindent úgy alakítanának és úgy formálnának, hogy az se bizonyítható, se cáfolható ne legyen. Bár nagyon sok esetben sokan az ellenérveket már szinte észre sem veszik, mert borzolja a saját hitüket, amivel úgy önmagában nincs is semmi baj, de én néha azt vettem észre egy-egy ilyen csodánál, hogy ez már nem is szűzmárján alapszik, hanem, hanem magána a tömegpszichológiáján, az emberi elme pszichológiáján. Például Medjugorje, és ez ugyanúgy igaz Fatimára is, hogyha nem lett volna ez a, ez a, ez a, ez a csoda, akkor az ott élő emberek valószínűleg mind a mai napig kecsketartással és állattenyésztéssel foglalkoznának. Ehelyett ma, ma szállodák hegyén hátán, éttermek hegyén hátán, minden, minden sarkon souvenirbolt volt, és virágzik a turizmus. És pont emiatt az ott élő emberek Teljesen beleragadnak ebbe, és teljesen beszippantja őket ez. És már nem is akarják azt, hogy ennek vége legyen, mert akkor ezzel az ő életszínvonaluk is csökkenne. És pont emiatt indul el egy olyan geresztési folyamat, hogy a saját maguk érdekében felnagyítják az ott történteket. És ezzel csak az a baj, hogy azok az emberek, akik tényleg tiszta szívből hisznek benne, ők át vannak verve. De hát ez kit érdekelt, dübörög a tudizmus, évente több millióan jönnek ide. Ez a, ez a jelenés, ez a csoda úgy kell nekünk, mint egy falat kenyér. Lássuk be, hogy a csodákat, azokat a csodákat, amelyeket két kézzel is meg lehet fogni, és most nem a halucináció alapú jelenésre gondolok, hanem azokról a csodák, azokra a csodákra gondolok, amelyek mondjuk a könyező szobrokról, vagy a, a templom tetején megjelenő szűzmáriáról szólnak, ezeket a csodákat, bármikor könnyedén ki lehetne vizsgálni. Nagyon könnyen ki lehetne deríteni valamiről egy-egy csodáról, hogy épp az igaz -e volt vagy sem, megtörtént-e vagy sem, kamú volt-e vagy sem, de ezt valamiért sosem teszik. És ebben van maga a válasz is. Minél nagyobb az üresség, annál jobban lehet befoltozni a hiányzó részeket. Az én személyes véleményem az az, hogy nekem, nekem ennél sokkal több kell ahhoz, hogy valamire csodaként is tekintsek. És tudom, hogy ott vannak még, a, még a, ezek a megmagyarázhatatlan gyógyulások is, és láttam egy olyan videót, amelyben Medjugorjéban egy sántanő felállt, és, és egyszer csak járni kezdett úgy, hogy tíz éve nem járt de ez nem tudom, hogy mennyire volt egy esetleges műsornak a része. Nagyon könnyen ki lehetne vizsgálni ezeket az ügyeket, a könnyező képeket, a könnyező szobrokat, de ezeket a vizsgálatokat sosem teszik. Hogyha pedig megteszik, akkor pedig kiderül, hogy itt nincs semmilyen látnivaló, mert nem történt semmilyen anomália. Az egyháznak nem az lenne az érdeke, hogy, hogy tényleg bizonyítsák azt, amiben több száz vagy akár több ezer éve hisznek, és amiről, amiről százalékig meg vannak győződve de mégsem teszik. Valamiért mégsem teszik. A vallás az szerintem, a hit az egy nagyon jó dolog szerintem, legalábbis van egy, van egy a társadalomra is gyakorolt pozitív hatása, és ezzel biztos, hogy nagyon sokan vitatkoznának velem, de szerintem ez így van. Mindenki abban hisz, amiben csak szeretne, mindenkinek meg kell találnia azt, a, azt, a, azt az irányt, ami, ami erőt ad neki, és ebben, és ebben nincs senkinek semmilyen beleszólása. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a gondolataimat, még hogyha megosztó témákról is beszélek, azért remélem, hogy tudtam nektek valami újat mondani. Nem akartam én senkit sem megbántani ezzel a videóval, csak mert a Fatimai videó után elég sok savat kaptam ö, privátban, és azért is hangsúlyozom most, hogy most sem volt bennem semmilyen rossz szándék, és remélem, hogy nincs harag. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattatok, hogy elmondhattam nektek a véleményemet, és találkozunk legközelebb egy másik videóban. Addig is további szép jó napot és estét mindenkinek. Sziasztok!